Az UV-sugarakat hullámhosszuk szerint AB és C sugarakra oszthatjuk. Elsősorban a hosszabb hullámhosszú UVA és B sugarak egy része jut el a szem különböző mélységéig. Ezek legtöbbször szaruhártya, illetve kötőhártyagyulladást okoznak. Ha mélyebben is eléri a szemet, akár szürkehályok kialakulásához is vezethet. Az idősebb korosztálynál pedig a szemlencse vízvesztését okozhatja. A védelem legpraktikusabb módja a napszemüveg viselése, azonban nem mindegy, hogy miért választunk. Nagyon fontos, hogy ne csak a szemüveg lencséjére figyeljünk, hanem először a szemüveg alakját nézzük meg. Mindig az arcformánknak megfelelően válasszunk szemüveget. Akkor kényelmes, hordható, praktikus egy napszemüveg, hogyha a szemöldökünk fölött nem ér, ha az arcunk élét nem haladja meg, illetve megfelelő nagyságú legyen. Nagyon fontos, hogy oldalról is védjenek ezek a szemüvegek, hiszen előfordulhat az erős sugárzásban az oldalreflexió kialakulása. Fontos az is, hogy milyen színű napszemüveget választunk. A nem jó minőségű napszemüvegek megváltoztatják a tárgyak színét, az árnyalatok megváltoztatása kellemetlen szédülő érzést hozhat létre. Kutatások bizonyították, hogy a gyermekek szeme évente háromszor annyi fényt kap, mint a felnőtteké. Ezért őket sapkával és napernyővel óvjuk, de náluk is fontos lenne a szemüveg használata. Amikor egy napszemüveget vásárolunk, akkor kérjük ki a szakember tanácsát. Továbbiakban egy garanciát biztosít a szaküzleten keresztül az, hogyha bármi problémánk van, akkor ugye élhetünk a fogyasztói jogainkkal. Továbbiakban egy olyan garancia, hogy a üzletekben megtalálható termékek ugye az Európai Uniós szabványoknak megfelelnek. A megvásárolt napszemüvegeket minden optikában bevizsgálhatják UV-sugárzást lemérő eszköz segítségével, hogy biztos védelmet nyújtson.